Szerintem sétáljunk is át, mert itt van már nálunk ugye Apáti Bence, valamint Csehi István vallásbölcsész. És arról fogunk veletek beszélgetni, ugye főként ugye Bence veled, hogy hát te nagyon keményen fogod a gyerkőcöket, ez igaz? Tehát te egy nagyon következetes édesapa vagy, és különben elszaladnának, tehát az igazság, hogy muszáj őket nagyon, nagyon keményen. Fiaid vannak? Két fiúról van szó, igen. És azért nagyon az más minőség. Hát egész más. Mostanában azért, ha szoktam olyasmivel találkozni, nincs akkor a különbség meg a fiú és a kislány gyerekek között, hanem ezek a gonoszok. Nénik nevelik fiúknak, meg lányoknak, de az igazság, hogy hatalmas különbség van. Tehát nagyon-nagyon nagy különbség van. Az én kisfiaim, amikor eleresztem a gyeplőt, akkor gyakorlatilag atomrobbantást csinálnak a szobában ott. Abba segíts nekünk, hogy szerinted a mai oktatási rendszerben keményen fogják a gyerekeket, vagy lazábban fogják? Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy szülőként mondjuk otthon később mi majd nagyon keményen tudjuk fogni úgymond a gyeplőt? Hát nézd, az én tapasztalatom az, hogy nagyon be vannak fogva, és ebben én nem szeretnék véleményt nyilvánítani, hogy jó vagy rossz, az tény, az egy objektív tény, hogy nagyon be vannak fogva. Rengeteg feladatuk van, rengeteg leckéjük van, rengeteg tanulnivalójuk van, de ők az a helyzet, hogy jelen pillanatban nagyon jól megbirkóznak ezekkel a feladatokkal. Én azt szoktam csinálni, amikor hétvégén nálam vannak, akkor kicsit lazábbra veszem a gyeplőt, de mondom, ilyenkor az atom és a hidrogénbomba pusztítását véghez viszik a lakásba, úgyhogy muszáj oda figyelnem rájuk. Egy példa, bocsánat, ezt még gyorsan elmondom, hogy amikor éppen nagy duetteztünk, akkor nagyon sok meghívás volt, telefonos interjú, és mindig mondtam, hogy akkor picit próbálnak bemenni a szobába, és akkor hát ha... És így tudod, a tizedik percnél hallom, hogy és így a karn is leszakítva az áll. Tehát, hogy muszáj egyszerűen keményen fogni őket, mert ha nem, akkor elpusztítják a lakást. Bence, itt ül melletted István, ő vallásbölcsész, és egy szerintem teljesen más aspektusból világítja meg ezt, mert a szeretet az eréllyel megfér. Ugye? Hát igen, ugye azt mondják, hogy két oldala van minden dolognak, és sokszor mi azt gondoljuk, hogy a szigorúság az nem a szeretetnek egy megnyilvánulása, de hát azért a tapasztalat azt mutatja, hogy kell egyfajta megengedő gesztus a gyermekeknél, hogy szabadon hagyjuk őket, és akkor játszanak, és éljék ki magukat, még hogyha a karn is bánja is, vagy a lakás. De nyilván a másik oldalon meg ott van az, hogy határokat kell szabni a gyermek számára, mert különben kitágul a világba, és nem fogja magát biztonságba érezni. És azt gondolom, hogy a mai rendszerben ez nincsen egyensúlyban, tehát nem adunk megfelelő szeretetteljes határokat, és nem is hagyjuk őket szabadon. És szerintem ez... van ilyenkor mondjuk a konfliktusokkal, mert ugye nagyon sok ember mondjuk a privát életében konfliktus kerülő, viszont a gyerekünkkel konfliktusokba kell, hogy keveredjünk, és meg is kell tudnunk élni, át is kell tudnunk adni, és meg kell úgymond húznunk ezeket a határokat. Én ezt nagyon fontosnak tartom, de itt az, amit az Enikő is mondott, hogy egy szeretetteljes hozzáállással. Tehát, hogyha... tehát itt egy formai dolog. Jó, de nálam ez visszafelé is működik. Tehát ő szeretetből úgy néz rám a kislányom, hogy még akkor két gombóc vagy, hogy már a hatodikat ott eszik. Kell a határ, így van, ja, ott jön a határ. Hát igen. Ahogy nálam nincsenek határok, egyről lányomnál sincs. Nagyon nehéz ez. Lányom más, szerintem lányom más. Tehát Bencének két fia van. Ott az erét azért emeltem ki, mert ott van egy apa, meg nyilván az anyukája is gyakorlat, de szereted azért, tehát nagyon fontos szerintem az, hogy úgy tedd le a határait az ő érdekében, hogy közben érezze, hogy nem a saját frusztrációdat éled ki. Igen, ez nagyon nehéz, szerintem napi szintű nehézség. Én eleinte nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy amikor reggeltől estig dolgozom, és tánc, és tévé, és nem tudom, nagyon sok minden, akkor azért sokszor az ember fáradtabb és türelmetlenebb. És akkor beszélgettem kortárs apákkal, hogy ti ezt hogy intézitek, és mondták anyukák, apukák, hogy szerintem őszintén meg kell mondani a gyereknek, hogy ma apa egy kicsit idegesebb, fáradtabb, stresszesebb, és nem kell folyamatosan azon stresszeltetnem saját magamat, hogy ma kicsit gyorsabban pattantam rá valami egyébként nem annyira nagy rosszaságra, és amióta ez az őszintesség megvan, azóta tök megértik, hogy gyerekek, most létszék kicsit nyugodtabban, mert apa majd kicsit hisztisebb, fáradtabb, nehezebben viseli ezeket a dolgokat, de egyébként szerintem ők nagyon jól veszik ezeket a dolgokat. István, mi az a helyzet, amikor mondjuk rá tudjuk hagyni a gyerekre, hogy ő saját maga oldja meg azt a problémát, vagy azt a élethelyzetet, ami egyébként be tudnánk avatkozni, de hátra kell, hogy lépjünk egyet. Ugye ezért szokták azt mondani. A gyerekkel mondjuk, hogyha vitázik az óvodába, iskolába. Vannak elvek, de nyilván ez egy művészet, tehát a pedagógia az nem szakma, hanem művészet. Nagyon kreatívnak kell lenni, és nagyon ismerni kell a saját gyerekünket, illetve magunkat is, hogy éppen milyen állapotban vagyunk. Bocsánat, itt egy másik, hogy hagyjál is meg.
hogyan ismerhetjük meg a saját gyerekünket, ahogy a Bence is mondja, én mondjuk 60 perces apuka vagyok körülbelül egy héten, mert reggel látod egy kicsit, meg este látod egy kicsit, viszont minőségidőt mondjuk minőség egy héten idő. Egy napot tudok vele tölteni. Idő kell, tehát ez sajnos nem megy más, hogy időt kell tölteni, közös élmények kellenek, pozitív élmények kellenek, ahol ő is meg tud ismerni engem, meg én is meg tudom ismerni őt, és akkor ezek a gesztusok, hogy most határt húzok, vagy nagyon engedem, ezek olyan maguktól tudnak menni ilyenkor. Most akkor beszéljünk egy kicsit érzelmekről is, jó? Jó. Hogy szerintetek ezeknek az én üzeneteknek, tehát amikor az apuka elmondja, hogy most fáradt vagyok, és meghallgatja a gyerekét, hogy veled mi van, ennek van hatása? Én úgy érzem nőként, hogy nagyon is közel kerülhet, és minőségű időt tölthetsz, nem csak 60 percben, akkor, amikor megosztott férfiként is, hogy én most ezt érzem, sorry, de neked is jogod van. Hát ugye a gyerekek ezt érzik, tehát nagyon sokszor azt gondoljuk, ezt most csúnyán fogom mondani, hogy a gyerekek hülyék, de ők csak gyerekek. Igen. Tehát nekik megvannak a saját antennáik, megvan a kis szívük, és nagyon jól leveszik, hogy a szülők milyen állapotban vannak. Mondok erre egy példát. Elviszem az óvodába a kislányomat, amikor én sietek, akkor belém bújik. Akkor nem akar engedni. Amikor nyugodtan érkezünk az óvodába, szia apa, és már megy reggelizni. Amikor rohanok, már 26 helyről elkéstem, akkor apa még nem, még egy ölelés, még egy kicsit, abszolút érzi. Úgyhogy néha nem is kell ez a fajta kommunikáció, és néha belehalok ott hagyni az óvodába, megmondom. Én mindig, amikor hovisak voltak rettenetes. A kést tekergetik a lelkembe. Apuka ne bőgjön már, mert a gyerek nem fog. És az óvó lényeg, hogy kiveszi a kezedből, határozottan elvisz, és akkor úristen, itt hagyom a gyerekemet. Hát ők ezt tudják kezelni, igen, ez a szakmájuk. Na, itt vannak a férfi érzelmek, de egyébként az eredeti témánk az, hogy szerintem túl vannak terhelve az iskolában a gyerekek, és ezért én nem vagyok sajnos szülő, azt gondolom, hogy én igenis kímélném otthon. Tehát, hogy ennek van-e hátulütője szülőként, vagy szakértőként? Van, biztos, hogy mondom, ez egy nagyon-nagyon nehéz balansz helyzet, hogy hogy találjuk meg az egyensúlyt. Én arra szoktam törekedni, hogy amikor otthon vagyunk, akkor én megcsinálom a vacsorát, szendvicset, vagy pörkölt, vagy bármiféle ételt, amit ők szeretnek. Hozzá kicsit tudsz élni, akkor bármikor nagyon szívesen. Androgyn. És a srácok addig megcsinálják azt a 10 perc, 20 perces leckét, és leülünk, vacsorázunk, és kezdődik az esti fürdés, nem tudom, hogy megyünk utána. Én mesélni szoktam mai napig nekik, most már nyilván nem a kisebb gyerekeknek való mesét, hanem most például a Vinetút fejezték be, és nagyon szerették. És utána, amikor már vágyban vannak, akkor van egy ilyen félórás, majdnem órás beszélgetés, ahol aztán végre megnyugszanak, és akkor ők elmondják, akkor nyílnak meg a legjobban. Ezt nem tudom, te is... Abszolút. Nekem elkezdte igényelni újra, hogy akkor kezdjek el neki mesélni magától, mert egy időben meséltem. És most felolvasod, vagy kitalálod? Nem, felolvasom. Te kitalálós? Hát, én mindenféle kreatív energiámat elhasználom napközben, úgyhogy én csak olvasok, és sokszor visszakérdeznek, hogy apa, ez mi volt? Mondtam, nem tudom, apa, csak olvas, tehát én már nem figyelek oda a mesére, hogy miről szól. Viszont én visszatérnék arra a kérdésre, amit előbb mondtál, hogy ugye, hogy kellene kímélni a gyerekeket. De abban a fajta, nem tudom, sikerorientált élethelyzetben, ahol szerintem a gyerekek is érzik az iskolában, hogy a másik plusz órára jár, a másik plusz angolra, teniszre, nem tudom mire, abból lehet, hogy egy gyerek sem akar lemaradni. Tehát a rendszerünk annyira rossz és annyira sikerorientált, hogy még lehet, hogy szülőként kímélnénk a gyereket, de például az én kislányom 4 éves, óvoda után judóra, angolra, meg még nem tudom mire jár, és nem tudok érte menni 5:30-ra, csak mondjuk 5:30-ra óvodába. Mert egyébként, és ő akarja, ő választja. Mert mindenki ezt csinálja. Hát a közeg ilyen valószínűleg. Szerintem itt kell a szülőnek ebből ki lehet venni, vagy hát itt ki lehet az a nagy kérdés, hogy miközben akarják csinálni, meg gondolom a Bencének a fiaihoz sem nem tartok a fejét. Nem, nyilván látják a szülőnek. Igen, csak ezáltal belekerül abba a rendszerbe, amiről most pont beszélünk, hogy majd nem tudjuk kivenni onnan, mert saját magát beletette a gyerek. Igen. Itt az a kérdés, hogy sikeres gyereket akarunk, vagy boldog gyereket. Az egy nagyon kettő együtt, na tessék! Én azt gondolom, hogy a prioritás a boldogság, és hogy boldog emberből lehet sikeres ember. Igen. Tehát ugye azt nagyon sok esetben látjuk, hogy sikeres emberek, akiket úgy látjuk, hogy sikeresek, nagyon sokszor depressziósak, nem találják a helyét. Mi kell a gyerek boldogságához? Szülőnek a közelsége, intimitás, idő, tehát és ez a burok, amiről beszéltünk, hogy meséljünk neki, és akkor ő majd megtanul megküzdeni a világnak a kihívásaival. Az otthonban ezt védeni kell őt. Tulajdonképpen ezt most ki lehetne bontani, hogy mit értünk ez alatt. Az egyfajta bölcsesség, nem? Nem akarom... Azt tudom, hogy a Krisztián nagyon-nagyon jó apuka, mert akárhányszor láttam. Szeretnék hozzávállni. Nem, ezt nagyon őszintén mondom, de közben meg mégiscsak azt gondolom, sok esetben van egy ilyen
híres mondás, hogy az apa az, aki ott tud lenni sokat. És én voltam az, és amikor ezt a 60 perces apuka voltam, és volt, és amikor 2-3 hetet csak együtt tudtuk lenni, és az igazság, hogy én azt éreztem, hogy amikor folyamatosan együtt tudunk lenni, akkor tudunk igazán összekovácsolódni. És egy nem bántam akar a kezek, sőt, meg megértem, hogy hát dolgoznod kell. Meg én például pont erre, ennek apropóján, amikor mi Amerikában voltunk 5 hetet, én ugyanúgy ezt tervezem idén is, hogy akkor inkább 4-5 hetet leszünk együtt, mert akkor ismerem meg egyébként olyan szinten a gyerekemet, hogy csak ránézek, és már tudom, hogy éppen mi a problémája. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, megosztottatok.